Tóbiás, túl komolyan veszed ezt a középkori házi projektet. Ez a mamád magas sarkú csuká? A parlagi barlang lakó, ezt majd vonzóvá szép Penny szemében, hogy a tanuló társam legyen. Üdvözlégy, szép hölgyem. Jó a harisnyád. Köszönöm, hölgyem. Szerintem gúnyosan mondta. Hogyan, dehogy? De igen. Szia, Gumball. Szeretnék bocsánatot kérni a tegnap miatt. Tegnap? Mi történt? Ja, igen, úgy volt átjössz, hogy a dogán dolgozzunk, de nem jött élet. Annyi dolgom volt, hogy észre se vettem. Tényleg? Pedig a papám azt mondta, hogy hajnali 4-ig hívogattál telefonon. Az akárki lehetett. Nem vettétek fel, így nem tudhatjátok, hogy én voltam. Ah, figyelj! Most nem tudok beszélni veled. Miért? El akarod dobni a hüvelykujjadat, vagy mi? Nem, ott van a papám. Nem akarja, hogy szóba álljak veled. Azt mondta, hogy keresek másik tanulótársat a középkori dogához, de ez nem a te hibád. Mindegy, mennem kell. Szia, Gumball! Jé, jó napot, uram! Azt hiszem, tegnap nem a legjobb oldalunkról mutatkoztunk be, de ha még egyszer... Na hát, milyen könnyen leesnek ezek az alkatrészek, ugye? De mindjárt visszateszem a helyére. Hagyja csak, mindjárt visszapasszintom. Talán csak kicsit. Na hát, de legalább tudjuk, hogy működik. Waterson, maradj távol a kocsimtól, és maradj távol a lányomtól. Mondhatok én is valamit? Nem! De... Ne aggódj, sikerülni fog a középkori feladatod, kívülről fújod az egészet. Csak hogy az ő kedvéért tanultam be. Akkor kár a gőzért, az apja ki nem állhat. Ugyan, nem vagyok olyan szörnyű alak.